Az Indigo projekt ez egy igazi szakmai kiteljesedés. Az Indigo projekt lelkes fiatal szakemberek közössége, akik el akarnak terjeszteni valami olyan szemléletmódot, egy olyan módszert Debrecenben, amit még kevéssé ismert, kevéssé elterjedt. Ez pedig a coaching, mint szakmai módszer, szakmai mentalitás, attitűd. Én foglalkozom azokkal a tesztekkel, amik elsősorban képességeket és készségeket mérnek, tehát aki egyéni fejlesztést is szeretne kapni az Indigo projektől, az először hozzám kerül. A képzés árában benne van az is, hogy egy egyéni fejlesztési tervet készítünk minden hallgatónak. Felmérjük az alapkompetenciáikat, és ennek mentén egy olyan fejlesztési tervet nyújtunk át, hogy lássa, hogy ő neki konkrétan mibe kell fejlődnie ahhoz, hogy a legjobb szakember legyen. Két nagyon fontos dologra tanít meg a képzés. Az első az, hogy milyen az ügyfél székében ülni. Meggyőződésem az, hogy enélkül nem válhat senkiből jó coach. A képzés keretein belül erre rengeteg lehetőség nyílik a hallgatóknak. Többek között nagycsoportos, kiscsoportos, páros gyakorlatok során ezt a készséget igazán hamar el tudják majd sajátítani. A másik is hasonlóan fontos dolog pedig az, hogy hogyan tudjanak 100%-osan jelen lenni egy ülésen. A coach egy olyan segítő szakember, aki az ügyfele céljainak az elérését támogatja, kíséri. Hogyha én lennék az, aki most jelentkezhetnék az Indigo projektbe, vagy én lennék az, aki most coachnak szeretne tanulni, nagyon örülnék, hogy Debrecenben egy olyan színvonalú képzésen vehetek részt, amit akár Budapesten kaptam annak idején. A coach hátra vonul, visszalép, nem ő akarja a megoldást kitalálni az ügyfele helyett, hanem az ügyfelet szeretné hozzásegíteni, nem csak hogy szeretné, segíti hozzá ahhoz, hogy ő maga találja meg a megfelelő megoldást a problémájára. Kis létszámú tréningek, tehát maximum 12-16 ember tud egyszerre részt venni rajta, mert gyakorlatorientált oktatás folyik, ez minden területén az Indigo projektnek. Úgyhogy ezt a lehetőséget azt gondolom mindenképpen érdemes kihasználni.